Vendégem volt Krisztián, generációkutató. Gondolom ezt általában meg szokták tőled kérdezni, hogy mi fán terem a generációkutató, de mert erről fogunk beszélni, inkább azt kérdezem, hogy hogy, hogy lesz valaki generációkutató, vagy hogy éri el azt, hogy ezt hát. odaírják a, a neve után. Te eredetileg közgazdász vagy, hogyha jól tudom. Én közgazdászként végeztem, és már akkor, ötöd évben, volt egy verseny, úgy hívják, hogy OTDK, az Országos Tudományos Diákori Konferencia, már ebből a témából írtam ott egy dolgozatot, ez az ifjúságkutatás. Akkor még fiatal voltam, 22 éves, nyilván egy generáció létezik a fiatalnak, a fiatal generáció, úgyhogy abból írtam egy versenydolgozatot, ahol országos második lettem, és azt gondoltam, hogy hú, ez akkor valami nagyon jó téma lesz, és ott is maradtam a, az egyetemen PHD-zni ezzel a témával, aztán elhagytam az akadémiai vonalat, felkerültem Budapestre egy multinacionális céghez, egy piackutató céghez, ahol szintén piackutatáson belül foglalkoztam az ifjúság kutatással, és ahogy telt múlt az idő, kiderült, hogy én már nem vagyok fiatal, és innentől kezdve eléggé kontraproduktívnak tűnt, hogy én fiatalokkal foglalkozok, miközben idősödtem, és rájöttem, hogy van több más generáció, és akkor tulajdonképpen én magától kinőtte, kinőtte ezt az ifjúságkutató doboz és lett belőle egy generációkutató doboz. Aztán majd hátra lesz ebből valami más. De a Magyarországon kimondjuk, hogy generációkutató, akkor azért először te szoktál eszébe jutni bárkinek, aki, aki figyeli ezt a dolgot. 2020-ban jelent meg a Generációk Harca, Hogyan Értsük Meg Egymás című könyved, Igen amire szerintem azok is odafigyeltek, akiknek korábban nem jutott eszébe, hogy a generációkutatás érdekeleti őket. Ez egy nagyon sikeres könyv volt, és most jelent meg a partvonalnál a második könyved, Generációk harca a figyelemért címmel, a címe Hogyan tanuljunk egymástól egymásért, majd ezt szépen ki fogjuk fejteni, hogy akkor egyes szavak ebben mit is jelentenek, de önmagában, hogy ez a második könyv azt is mutatja, hogy ezért ez egy nem szűnő Eljön. érdeklődés. Még mielőtt belemegyünk ebbe, és majd egy kicsit igyekszem kötözködni is, egy kis módszertani segítséget adjál, hogy akkor végül is melyek a legfontosabb generációk, akikről itt beszélgetni fogunk. Jelenleg azt mondjuk, hogy hat generáció van Magyarországon, ugye a legidősebbek az 1945 előtt, az 28-45 között született veterán, vagy csendes generáció, aztán 1946-64 között a baby boomer időszakot hívjuk, 1965-79 az X generáció időszaka, 80-94 az Y generáció, 95-2009 az Z generáció, és 2010 után az alfa generáció időszaka, és hogyha legyen egy premierje is egy ilyen podcastnak, én még sehol nem mondtam, sehol nem láttam, de azt gondolom, hogy 2023 az a pedig a béta generáció megszületése, a mesterséges intelligencia populárissá válása, ez a chat GPT, amennyire bekerült a laikus életünkbe, hogyha ezt hagyják, és ez így marad, akkor, akkor ennek nagyon komoly változása lesz, és ez lesz a béta, szerintem. Előző vendégem Puskás Panni író volt, akivel teljesen véletlenül eljutottunk odáig a beszélgetésbe, hogy a generációkutatás szó is előkerült, és ő valami olyasmit mondott, hogy mióta elkezdődött a generációkutatás, még nagyobb a szakadék a generációk között, mert olyannyira hangsúlyozzák olyan mértékben a generáció különbségét. Úgyhogy ez egy kicsit, hogy van generáció közötti különbség, az a generációkutatók miatt is van. Ez én... megtisztelő pannitól, hogy ezt gondolja, hogy ilyen hatalmunk van. Ezt annyiban változtatnám, hogy azért az embereket elég sokféle szempont alapján lehet csoportosítani, és a csoportokról meg általános jellemzést készíteni. Nem erősebb az mondjuk az én esetemben, hogy Európai, sőt, közép-kelet-európai, városi, középosztálybeli vagyok. Te magad hozol a könyvelején, az új könyvelején egy példát, egy Nepálban, uh -huh. milyen kulturális sok érheti az embereket. Jobban hasonlítok -e én egy nepáli X generációsra, mint egy magyar Z generációsra mondjuk. De jó kérdés, nem még sose gondolkodtam, hogy ö, ö, ilyen generációk közötti hasonlóság, hogy lehet. Azt gondolom, hogy jobban hasonlítasz egy magyar z-generációsra. A, a generációs feloszlás, vagy az a gondolkodásmód, hogy most papíron azt, gondol, azt hiszem, hogy te X generációs vagy, Igen. tehát születési, adatod, születési alapok alapján X generációs vagy, és akkor úgy kell viselkedned, mint egy X generációs, ez körülbelül olyan, mint egy bulvárlabban a horoszkóp, tehát hogyha vízöntő vagy, akkor leírom, hogy te vízöntőként hogy viselkedsz, és plusz más, máshogy nem viselkedhetsz. Ez, nem, ez nem, nem, a generációkról szól, ez, ez arról szól, aki írja a történeteket. Önmagában a generációhoz való tartozás az egy olyan, az életnek egy olyan megsózása, egy olyan kicsit megfűszerezése, ami valamennyire specializálja azt, hogy az adott időszakban, amikor megszülettél, milyen volt a földi valóság, mert az életünk első hét éve, erről már szerintem mindenki hallott, a mágikus első hét év, ami mindenfajta szempontból meghatározza a fejlődés lélektanunkat, meghatározza azt, hogy hogyan fogjuk majd látni később ilyenben a világot. Tehát az élet első hét évében te milyen földi valósággal találkoztál? Mi volt akkor a média környezet, a politikai környezet, a pénzügyi gazdaság? környezet, az infotainment környezet, tehát minden, ami, a szüleiddel, a mikro és a makrokörnyezettel találkozó gyerekségben megvalósuló tapasztalat, az a későbbiekben hogyan színezi meg az életedet. És erről szól a generáció. Persze, teljesen más ez a fajta hozzáállás, hogyha mondjuk egy ózdi bányász családba születsz, vagy egy belvárosi bankárvezér családjába látja meg valaki a napvilágot ugyanazon a napon az is befolyásolja, hogy milyen a személyiség típusod, az is befolyásolja, hogy milyen DNS kóddal születtél, mert ugye a DNS önmagában meghatároz egy csomó mindent. Tehát a generáció az, egy rész, egy szelet, egy abból a szempontból, hogy hogyan viselkedik az egyén. De a generáció nem az egyénről szól. A generáció az egy össztársadalmi, egy makroszintű trendelemzés, folyamatelemzés, ami arról beszél, hogy adott időszakban született emberek összessége milyen olyan tapasztalattal, milyen olyan élménnyel találkozik az élete leginkább intenzívebb szakaszában, ami meghatározza az ő viselkedésüket, valamilyen közös pontot ad. De amit lejjebb mész kisebb közösségekre, már nem igaz a generációs állítás, egyén szintjén meg végképp nem tud igaz lenni. Érted? Tehát, hogy, hogy, ez hogy az, kis... ezt keverjük nagyon sokszor, hogy a generációzást azt gondoljuk, hogy az egyént jellemzi. Jellemzi az egyént nagyon sok esetben, de azért ez nem, nem, nem egyéni jellemzés. Ez egy kicsit olyan, hogy társadalomtudomány szeret társadalmi demográfiai csoportokat Igen, felállítani. És, és ez ugyanolyan szegmentálási Igen. alapról van szó. Mondtad is, hogy egy magyar z-generációs vagy x-generációshoz jobban hasonlítok, mint egy z-generációshoz. Mennyire kultúra függő ez? Tehát, abszolút, hogy ez magyar. Teljesen. Abban az értelemben, hogy, hogy teljesen más a amerikai baby boomer nemzedék, mint Magyarországon az a generáció, akiket hát néha lesajnálóan nyuggereknek Igen. neveznek, tehát hogy minden tekintetben, anyagilag, életkörülményeikben, perspektíváikban abszolút, teljesen abszolút, más. Abszolút, az értékeikben, a félelmeikben, az attitűdjeikben ugyanúgy hívják, mert Magyarországon nem nagyon nevezték el a generációkat, vagy nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy külön elnevezék a generációkat, mondjuk a 2000-es évek előtt, tehát egész egyszerűen átvettük a, az amerikai narratívát, és, és, ugyanúgy ráhúztuk arra az időszakra. De ahogy te is mondod, az amerikai baby ség hát az teljesen más, mint a magyar baby ség tehát hogy, hogy, tökéletes ellentéte. Az amerikai baby boomer a csoport vagy populáció az, az, egy olyan anyagi helyzetben, egy olyan sikeres Amerikában nőtt fel, hogy a mai napig őrzik a hatalmukat és őrzik a vagyonukat. Ugye van egy Én nagyon... elnökkel az élen. Többek között így van, és van egy nagyon-nagyon uh, autentikus Times címlap, uh, ahol, ahol azt írták néhány évezel előtt, hogy kedves baby boomerek, mikor vagytok végre hajlandóak meghalni, mert hogy olyan szinten nem akarják kiadni a kezükből a hatalmat, a vagyont, hogy vagy tulajdonképpen az emberiség történetében nem volt még erre példa, hogy a, fiatal, a felnövekvő fiatal generáció nem jut hozzá ahhoz a, ahhoz a pénzhez, ahhoz a hatalomhoz, amit az előző generációk mindig megkaptak, mert egyszerűen nem éltek olyan sokáig az emberek. Ugye most megnőtt a várható élettartam, nagyon gyorsan, pillanatok alatt nagyon magas lett ez a várható élettartam, főleg a nyugati fejlődő országokban, Ugyanúgy, mint Japánban is, és, és egyszerűen azzal, hogy ilyen sokáig élünk, egy csomó olyan megszokott, megtanult minta értékrendszer felborul, amire korábban voltak kapaszkodók, most meg nincsenek. Nem lehetséges, hogy pont ez, hogy ilyen hosszú ideig élünk, és sokkal több generáció él párhuzamosan egyszerre, ugyanazokban a társadalmakban, ezért releváns a generációkutatás összességében. Ezért is meg egy csomó minden másért is. Hogy az emberiség történelmében jellemzően a családok voltak több generációsok, és a munkahelyen egy-két-három generáció volt maximum. Ez is megváltozott, a családokban nincsenek több generációs, tehát nem élnek együtt a több generációk a családban, viszont a munkahelyeken meg négy-öt generáció dolgozik együtt. Mennyire lehet ez például identitás? Tehát mondhatom-e azt, hogy én a szokásaim meg a, a hogy mondjam, értékrendem alapján inkább vagyok Y generációs? Mondhatod, hiszen éltél az Y generáció időszakában. Tehát azért mondom, azért nem Az ő gyerekkori tapasztalataik, viszont nem az én gyerekkori tapasztalataim. Mindegy, mert megélted. Tehát az ő, ő egy Y-os nagyon nehezen lesz X-es, hogyha nem kapta meg a szüleitől a gyerekkorában nagyon erősen ezeket az alapokat, mert hogy csak a társadalomra, vagy a kortársakra támaszkodott volna, de mi nem csak csak az X generációs gyerekkort éltük meg, hanem éltünk az Y-ban, az Ében, ben az Alfában, meg most a következő generációikban. Az agyunk az úgy működik, hogy egy nagyon rugalmas szerv, és nagyon gyorsan megtanul dolgokat. Az élet első hét évében nem megtanulunk, hanem így beszívjuk az információt. Anyanyelvet nem tanuljuk, hanem beszívjuk az információt. Figyelni nem tanulunk, hanem az, 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 az azokat a minták alapján, ahogy a társadalom figyel egymásra, hogy az interpersonális kapcsolatok kialakulnak, azokat a mintázatokat megtanuljuk tehát vannak alapok, és utána, ahogy elmúlsz hét, kötőjel 12 éves, utána minden egyéb dolgot már hozzá tanulsz. És hogy én is mondjuk 76-os vagyok, most ezt így elárultok, négy évet éltem az életem első 7 évéből X generációsként, és hármat y -osként. Most akkor X-es vagyok, vagy y vagyok. Tehát, hogy ez nem egy olyan label, nem egy olyan címke, hogy akkor mindenkinek a mellekasára ki kell szúrni, hogy akkor ő X-es vele így bánjál, ő baby mumer vele úgy bánjál, hanem Alapvetően arról szól, hogy van egy általános generációs origó, ami minden generációba születre jellemzőbb, mint a többi generációra, de attól még a későbbiek beletanulhatnak a te viselkedésedbe. Például, ha nem így lenne, akkor a veteránok, ugye a legidősebb generáció, ők nem használnák az internetet, hiszen gyerekkorukban még, még televízió sem volt. Ehhez képest tudjuk jól az a NMHH kutatásából, hogy a magyar nyugdíjas lakosság fele több órát facebookozik naponta. Egyre inkább már csak ők. És ráadásul szép lassan már csak ők, igen, mert ugye a gyerekek meg az unokák nem szeretnék oda föltenni a bulis képeket, ahol a nagymamának a túrosbukta receptje van. Tehát nyilván elkezdenek távolodni. Én is használok social media platformokat, de a múltkor kifakadtam egy középiskolába a diákoknak, hogy nem értem, hogy minek ennyi. Hogy, hogy hát bőven elég lenne egy, hiszen ugyanazt csinál az összes több. Én miért, miért kell minden haverodnak egy külön social media platform? Miért nem lehet egyet használni? Mert nem értem, mert én abban a korban nőttem fel, amikor nem volt ilyen. Egy darab tévé volt, egy darab csatorna volt. Gondolom, egy darab social media platform is elég lenne. És rám néztek a szánakozó mosolyjal, hogy Decuki a bácsi, ilyeneken gondolkodik, és akkor olyan öregnek éreztem magamat, miközben mondom, én egész fiatal voltam, amikor bejött az internet. Ugye az előző könyvedben Tulajdonképpen azt viszed végig, vagy azt magyarázod, hogy milyen különbségek vannak Igen. ezek között a generációs csoportok között, akár kulturális vagy szocializációs különbségek, erről is beszéltünk, meg hogy vannak pszichológiai különbségeket, például mi a probléma megoldás stratégiája, a jellemző Igen. stratégiája egy-egy generációnál, Egészen odaig, hogy vannak tulajdonképpen neurológiai jellegű különbségek is, ami, ami már nem egy kulturális kérdés, egy biológiai adottság, hogy például a digitalizáció változásával az idegrendszerünk is elkezd másként Igen. viselkedni, Igen. és nagyjából idáig vitted el azt a könyvet, most viszont nagyon sokszor visszatérsz erre a, a kérdésre. Egyszerűen ez a logikai útja, hogy az az első rész, ez a második rész. Vagy vagy most vetted észre, hogy itt tulajdonképpen akár evolúciós változások is vannak. Nekem alapvetően ez a misszióm, Azt gondolom, hogy, hogy a megértés az alapja annak, hogy egyáltalán valamit tudjunk tenni, és hogy nagyon komoly változások figyelhetőek meg gondolom ez senkit nem lep meg az emberiség viselkedésében, az emberiség működésében. És az első könyv a megértésről szólt, ugye ez is volt az alcíme, és hogy, hogy Szentül hiszem, hogy megértés nélkül csak ilyen panel megoldások lennének. Tehát, hogy nem hiába mondjuk, hogy a 21. század legfontosabb képessége az önismeret. Iszonyatosan bizonytalan makrokörnyezetben, iszonyatos bizonytalan környezetben, iszonyatos bizonytalan világban, hogyha a szülő bizonytalan, ha a tanár bizonytalan, hogyha a vezető bizonytalan, hogyha az orvos bizonytalan, akkor, akkor egyszerűen összedől a rendszer, és egymásra fogunk támadni, mert a nagy bizonytalanságban egyszerűen nem Nincs más mintája az embernek, mint hogy elkezdjen verekedni vagy háborozni. Hát nézzünk körül a világba. Hogyha ha elkezdünk azzal foglalkozni, hogy saját magunk stabilitását megtaláljuk, akkor bármennyire bizonytalan a világ, és ezt tudom, hogy egy ilyen picit ilyen optimista hangzik, de bármennyire bizonytalan a világ, akkor legalább a saját gyökered, a saját kapaszkodód megvan. És erről szólt az első könyv, hogy, hogy találd meg azt, hogy te hogyan működsz, érd meg, hogy, érzd meg, hogy te hogyan működsz, mi a hozott mintád az alapján, hogy mikor születtél, miben mások a szüleid, miben mások a gyerekeid, az unokáid. Azt látom, hogy ezt, ezt, ez átment, tehát hogy tényleg most jön ki majd a hatodik kiadás két hét múlva, tehát hogy még mindig, mindig nagyon Foglalkoztatja az olvasókat, visszajeleznek, nagyon sok előadásom van, kimondottan nagyon sokat utazom, tehát, hogy, hogy nagyon mozgatja az embereket ez a, ennek ennek is a megértése, és hogy, hogy a megértés után kellett három év, hogy, hogy azt mondjam, hogy jó, most lépjünk egy szintet, hogy oké, de mit lehet tenni rendben van, megértettem, na de akkor most mit csináljak ebben a digitális világban? Most vagyunk először digitális szülők, most vagyunk először digitális nagyszülők, most nevelünk először digitális gyereket. Igenis meg kell értenie szerintem az embereknek, hogy mit tesznek akkor, hogyha digitális környezettel veszik körbe a gyerekek életét. Csomóan mondják azt nekem workshopokon, szülői találkozókon, hogy, hogy a ma született gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek. Ez nem igaz. Ez egy átverés, ez, egy, ez egy, a felelősség áttétel a gyerekekre. Senki, a senki, nem születik mobillal kezébe, így van. Mi csinálunk digitális történelmet, még meg se született a gyerek, és már van digitális történelme az nagyon sok édesanyja szoptatás közben csetel, fölpakolunk minden képet két-három-négy éves koráig a gyerekről, az elkrétától kezdve az óvodai Facebook csoporton át az egész életük digitális, és hogyha az élet első hét évében ilyen szinten digitális környezet veszi őket körül, számukra a digitalizáció az ugyanolyan, mint a szívverés. Nincs eleje, nincs vége, csak a halállal. És Utána számon kérjük, hogy miért ennyire függőek. Azért, mert ezt teremtettük nekik. A második könyvemben a figyelemről erről írok, hogy mire kell odafigyelni ahhoz, hogy, hogy a, gyerek, a gyerekünk meg tudja azt tanulni, hogy a Földön van offline valóság és online valóság, de ezt csak a szülő tudja megmutatni. Ezzel kapcsolatban van még egy ilyen alapozó kérdésem, hogy azt mondta, hogy a gyerekkori élményeknek a, a, a változása mm. tulajdonképpen a legfontosabb. De azért az elmúlt évszázadokat, hogyha nézzük, akkor Innen nézve legalábbis a minimális különbségek vannak a generációk között, tehát, hogy minthogyha csak ez az elmúlt 50-60 évben gyorsult volna föl ilyen rohamtempóra, vagy változott meg szinte minden. Az élet, élet várható hossza, a társadalom korösszetétele, a jövőkép, a kommunikáció, az eszközök, meg az agy leterheltsége. Szóval mennyire az utolsó 50-60 évhozadéka, ez az eltérő szocializáció, hogy generációk hát. között ilyen éles különbség. Abszolút, az 50-60 évnek az eredménye. Ugye, ha megnézed, a jelenlegi hat generációból kettőnek van neve, a veteránnak meg a baby boomernek. Ez a két utolsó biológia alapú generáció, tehát ezek a generációk ugyanúgy Körülbelül ugyanúgy működnek, mint mondjuk a 300 évvel ezelőtti generációk, csak esetleg több a tudásuk, vagy több az ismeretük az ipari forradalomhoz képest, már egy kicsit többet tudtak. De a gyerekkori szocializációjuk ugyanúgy íráson, olvasáson történik. Még nincsen audiovizuális eszköz a gyerekkorukban. Újság van, rádió van, könyvek vannak. Sok esetben még az sincsen, 57-ig nem volt Magyarországon tévé, 57. május 1 van először televízióadás, de nagyjából 60-as évek közepetájától kezdődik az, hogy hogy populárissá válik a televízió. És egy technikai eszköz az ilyen radikális mértékben át tudja alakítani egy generáció alaptapasztalatát? Igen, Így van, mert onnantól kezdve audiovizuális kultúrában fejlődnek a gyerekek, és az audiovizuális audio kultúra teljesen más hatással van az idegrendszere, vagy az asejtnek a kialakulására, működésére mint az íráson, olvasáson történő szocializáció. És onnantól kezdve betűvel jelöljük a generációkat. Nem neve van, hanem betűvel. Ezeket hívjuk média generációnak, egy média uralta világban kialakuló generációk. Az XY az egy analóg audiovizuális kultúrában felnőtt generáció, az, a televízió, a szerkesztett televízió, tehát ott nem néz, tudtál nézni olyan tartalmat, ami nem neked szól, mert egy külső szerkesztő bizottság szerkesztette, és időben meg volt határozva a délelőtt a gyerekeké, meg a agrár műsoré, a délután a irodalomé, az este, meg a krimié mondjuk. És ez egy, ezek hoznak létre, mondjuk az én generációmban, azonos alapélményeket, tehát, hogy mi fölismerjük az Onedin család zenéjét. Igen, és képes vagy lassú vágásokkal, rövid, vagy ilyen, ilyen rövid tartalmú dolgokat is megnézni, és hosszú tartalmú dolgokat is megnézni. Hogyha megnézed a 70-es, 80-as évek sorozatait, Onedin család, Kodzsák, Derék, ezek mind minimum 60 percesek voltak, tehát képes voltál lekötni a figyelmedet, innentől kezdve az olvasásban sem történik radikális változás, mert hogy mind a kettő média. Az audiovizuális média és az írás írásolvasáson történő média, és a mélységi olvasásra, a mélységi figyelemre ö, ö, hívta fel a figyelmet, és azt fejlesztette. Aztán jön a digitália, az és az Alfa generációk, már a digitális audiovizuális tartalmon nőnek fel, ami hipergyors, nem szerkesztett, tehát bárhol, bármikor, bármilyen tartalomhoz hozzáférsz. Az agy sokkal inkább szereti az audiovizuális tartalmat, mint az írott szöveget, mert kényelmesebb, könnyebb, egyszerűbb befogadni, gyorsabban fel tudja dolgozni Ugye a személyi gyorsabban feldolgoz minden képi dolgot, mint amit le kell lassítani és olvasni kell, és onnantól kezdve elkezd megváltozni a memória, elkezd megváltozni a, az iskolai memoritereknek a, a, hatékonysága, nem tudnak memorizálni a gyerekek, mert, mert az audiovizuális tartalom ugye a, a távú memóriára hat a hüllőagyban, e, nem tud elmélyedni a dolgokban, nem, kép, nem, fog, nem lesznek képesek egyre nagyobb arányban a gyerekek, ha így neveljük őket. Mélységi figyelemre, mélységi olvasásra, és innentől kezdve minden ennek a következményeképpen fellépő változás, az, az egy komoly idegrendszeri változás. Nem rossz vagy jó, hanem egy változás jobban használják a rövid távú memóriájukat, míg a 20. század a hosszú távú memóriát fejlesztette például. A 20. században a mélységi olvasásra mentünk rá, a mélységi tudásra, most a felszíni figyelem a lényeges. Nem képes olvasni, nincs mélységi olvasás, nem alakul ki a mélységi figyelem, nem alakulnak ki azok a képességek, ami például kell a probléma megoldáshoz, Emiatt a mai fiatalok például apolitikusak, mert a politikához kellene probléma megoldó képesség, a probléma megoldó képességhez viszont kell az elmélyedés képessége, meg az önreflexió. Ha gyerekkorban ezt nem kapja meg, hanem hihetetlenül szenzitív digitális környezetben nő fel, akkor ezek a tanult képességek nem alakulnak ki össztársadalmilag. Egyénileg kialakulhatnak, ha teszülőként szülőként a gyerekbe, de össztársadalmilag át megváltoznak. De ez, amit most mondasz, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez nem egy, elsősorban egy generációváltást ír le, hanem egy, hát egy globális kultúraváltás, vagy egy bizonyos értelemben egy evolúciós ez, ö, változás, hogy olyan iszonyú gyorsan történik mindez, hogy megváltozik az agyunk működése, az idegrendszerünk, ez inkább egy, egy civilizációs kérdés, vagy nem az történik, hogy a szemünk látára változik meg az emberi civilizáció nagyobb mértékben, mint a ipari forradalom de. óta bármikor, de akkor ez sokkal nagyobb a különbség a, ebben a digitális korban felnőtt generációk, meg a előtte levő összes generáció között, mint a, a, a Z, meg az X, meg a... Tehát, hogy tulajdonképpen egy olyan éles gap van, hogy mm hogy valójában két generáció vagyunk. Én hármat mondok. Ugye van a kettő, ami biológia alap, a veterán meg a baby boomer, tehát ők nagyon-nagyon hasonlítanak mondjuk az ipari forradalomban élt generációk generáció idegrendszer és agyi működésére. Van az átmenet generációja, az X meg az Y, akik ugye nagyon erős 20. századi tapasztalattal rendelkeznek, de van egy nagyon erős 21. századi tapasztalatok, hiszen fiatalok voltak akkor, amikor bejött ez az egész digitália, és van az Z meg az alfa, akiknek csak és kizárólag 21. századi tapasztalatuk van. Nincsen más. Tehát tőlük számunk kérni azt, hogy miért nem tudnak úgy működni, ami 20. századi érték lenne, az egy, az egy nagyon aljas dolog, mert hogy például az alfa generáció 2010 után született, egyetlen egy másodpercnyi földi tapasztalása sincs arról, hogy a föld csak és kizárólag offline lenne. Nincsen nekik ilyen tapasztalatuk. 2007-ben mutatták be az első ö, okos eszköz, Steve Jobs, 2009. decemberibe fordították le a magyarra a Facebookot, tehát amikor ők megszülettek, nekik nem adatott meg, hogy legyen egy olyan tapasztalásuk, hogy milyen az élni a Földön úgy egy hétig, hogy nincsen, nincsen semmi semmivel összekötve. Innentől kezdve például nem tudtuk meg őket várakozni, nincs meg a várakozás képessége. De ezzel... Azt is mondod, hogy ennek az átmeneti generációnak, amiben mi is tartozunk, tulajdonképpen az a dolga, hogy valahol milyen módon mégiscsak, hogy mondjam, a jó irányba próbálja terelni, ha van ilyen, hogy jó irány, vagy legalábbis <laughs> valamilyen módon hidat képezzen inkább. És nem pedig a, ennek, ezeknek a fiatal generációknak, hiszen ők eszköztelenek ami ugye tulajdonképpen azt mondja, hogy itt van ez a 40 fölötti, de még 60-nál fiatalabb vagy 30 és 60, 30 fölötti és 60 két generáció, és az ő felelősségük, hogy az emberi civilizációt megmentse. Én azt gondolom, hogy igen. Nem, nem használnak ilyen nagy szavakat, tehát a könyvben nem használtam. Én azt hittem, hogy szendvics generáció, vagy át, át, átmenet generációja, hogy, ne legyen ennyire komoly a beszélgetésünk, ugye azért szendvics, mert hogy mi vagyunk az egyetlen olyan generáció a világon, akit nem csak a szülei csesznek le, hanem a gyerekei is. Tehát, hogy ezt, ezt jelenti ez a két irányú kinyúlása a kezünknek és a szendvicsnek, de hogy Komolyan komolyra fordítva szólt, igen, a igen, mi dolgunk lenne lefordítani a 20. századi értékeit 21. századi nyelvre, és áttenni 21. századi platformra. Azért ez egy nagyon nagy felelősséget rossz erre a, a, a generációra. Ugyanakkor azt is mondod, és akkor de tényleg kisztián, menjünk hogyha, a... ha, ha, ha nem fogadjuk ezt el, hogy mi adjuk a gyerekek kezébe a mobiltelefont, hanem rájuk fogjuk, hogy a gyerekek függőek, hát naponta 50 cikk megjelenik, hogy milyen függőek a gyerekek, de az, hogy a szülők milyen függőek, arról nem ír senki soha. Ez kétségtelen. Hát, hogy ezt, és te ennek és ellenére azért ez nem egy nagyon ö, optimista kép, de közben a könyved mégis optimista. É, és azt is mondod, hogy ne démonizáljuk a képernyőt, ne démonizáljuk a digitális teret, mert ez nem vezet megoldáshoz. Na jó, de akkor mi vezet megoldáshoz, és egyáltalán van-e ilyen, hogy megoldáshoz? Hogy vegyük észre, hogy itt élünk a XXI. században, tehát hogy hogy a jelenleg a mobileszköz, az nem olyan média, mint volt 1980-ban az én Junos tv amit bekapcsoltál, ha volt műsor, láttad, itt csavartál rajta, M1-ről áttetted az M2-re, és akkor ennyi volt a Junos TV. Most a mobiltelefonod, az tévé, az rádió, az fotó, fényképezőkészülék, videokamera, fotóalbum posta, bank, munkahely, baráti találkozó, tükör. tükör. igen, tehát hogy minden. Tehát az orvosi applikációtól kezdve, ugye ez, a, ez a nagyon jó az a mentőszolgálatnak, ez az életmentő applikáció. Tehát minden, minden rajta van a mobiltelefonodon, ez a vekker mert nem veszünk vekkelt, mert ezen, ez a zseblámpa. Tehát, hogy, hogy, ebben az egyben minden benne van. És hogy ha ezt nem korlátozzuk, ha nem visszük térbe és időbe be a digitális eszközünket, akkor azt tanítjuk meg a gyerekeinknek, hogy ez az eszköz ez, ez, saját magunk ez a részünk. Igen, az, így van a szájber a saját magunk kiterjesztése. És ezzel nincsen gond. Csak ne eszkalálódjon. Tehát nem azzal van a gond, hogy van internet, hanem azzal, hogy nem veszük észre, hogy határtalanul belement az életünkbe, és ezt mi magunk csináljuk. Könnyű ráfogni az összevisküvés elméletekre, meg hogy valaki ezt tönkre akarja tenni a világot. Ha ebbe mi szánt belemegyünk, akkor ez így fog működni. Én csak azt mondom el a könyvemben, hogy emberek, Semmi újat nem mondok. Struktúráltam azt, ami van, vegyük észre, hogy mi van, döntsél ezek alapján, hogy még melyik irányba akarsz menni. Megcsináltjuk azt is, hogy, oké, okay, éltünk most vakon 10 évet, 13 évet az okos eszközeinkkel, látjuk, hogy hova vezet, és azt mondjuk, hogy húzunk egy vonalat, és megváltoztatjuk. Vagy azt mondjuk, hogy én ezt szeretném, hogy így menjen tovább, de legalább dönthetsz. Te, tehát nem, nem, én nem démonokról beszélek, hanem arról, hogy tudd, hogy mi történik a világban, a tudás az egy hatalom, mert képes vagy utána dönteni. Ugye írsz is arról, meg hát az ember minden nap tapasztalja, hogy amikor a legfiatalabb generációkról van szó, akkor biztos, hogy előkerül öt percen belül a figyelemzavar. De hát közben mondjuk idézed ezt a mckinsey 2012-es, tehát már, már, már történelemben elvégzett kutatást, hogy egy átlagos értelmiségi dolgozó nyilván a nyugati világban a munkahete több mint 60 át tölti elektronikus kommunikációval, 30 csak e-mailek, üzenetek olvasására megy el. Ez valószínűleg azóta, rombolhatott. romolhatott. ra yeah tehát ezek szerint a figyelemzavarra sem mondhatjuk azt, hogy ez generációs jelenség, hiszen meg kell osztani a figyelmünket folyamatosan. Vagy nekünk még van egy kapaszkodónk, hogy úgy szocializálottunk, hogy csak tudunk fókuszáltan figyelni? Egyébként igen. Tehát a 20. századi embernek van egy ilyen tanult képesség, ami gyerekkorból hoz. Ennek ellenére összenyomja. Nekem az a tapasztalatom, hogy összenyomja az embereket, ez a rettenetesen sok információ. Tehát nem tudjuk feldolgozni, az agyunk nem képes feldolgozni ezt a marhasok információt. Az agy 40 ezer Éve változatlan működésű. Tehát, hogy, hogy az, ami, ami jelenleg van az életünkben, az nem ehhez a testhez és nem ez a, ez a, ez a szervhez van kitalálva. Hát most mindenki csak gondoljon arra, hogy milyen nehézét teszi az életet, hogy meg kell jegyezni négy vagy hat számjegyű PIN-kódokat. Nem tudja az agyunk megjegyezni, pedig mondjuk, mit tudom én, 15 darabot kéne megjegyezni, de még erre sem vagyunk képes. Hát igen, ez cserébe nem kell megjegyezni anyám munkahelyi telefonszámát, amit még mindig tudok, 324 453 mert erre már nincsen szükség. Tehát, hogy ennek a másik oldala az, hogy bizonyos dolgokra már nincsen szükség ilyen típusú memóriára. De neked idézed, volt egy másik. Igen, idézed Arisztotelész és Szokratész vitáját, hogy az írás elbuti. Tehát, hogy mindig van egy új technológia, amire azt lehet mondani, hogy na most ezt akire teszi az agyat, igen. mert mert már nem fogunk visszaemlékezni fejből a, a mítoszokra. Igen, mert hogy nekünk van összehasonlítási alapunk, és mi tudunk sipálkolni, mert hogy egyáltalán meg tudjuk azt mondani, hogy a 20. századi hosszú távú memóriát, hogy a mai napig emlékszel a anyukádiknak a munkai számára, versus az, hogy most a családtagoknak a mobil számát nem tudjuk, mert hogy nem kell használni ezt a memóriánkat, ez egy változás. De gyakorlással vissza tudod hozni a régi hosszú távú memóriádat. De aki ebbe szocializálódik, ebbe a rendszerbe, annak van egy nagyon erős rövid távú memóriája, és nem biztos, hogy később a hosszú távú memóriáját fogja tudni uh, intenzíven használni. Tehát hogy lehet, hogy kialakul egy olyan emberi faj, ahol a hosszú távú memória blokkolódik, és nem, 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 nem tudjuk. Remélem, én már nem fogok velük találkozni. Mondasz sokkoló számokat, például az, hogy egy sokat netező unoka, az 13.568 nagymama adatmennyiségét fogyasztja el. És hát nyilvánvalóan ez sokkolja az idegrendszert. Itt a buksóban szoktam erről beszélni az olvasás uh -huh. kapcsán, hogy az olvasás egy olyan eszköz, ami, ami segíthet abban, hogy ezt a fókuszált gondolkodást legalább napi 20-30 okay. percre eh, tréningbe tartsuk, mert különben egy csomó készségünk, meg képességünk eh, elkorcsosult. Mi? Ha nem az olvasás, akkor mi az, aminek a segítségével eh, még valahogy eh, egyensúlyba tudjuk tartani ezt a kétféle információfeldolgozási stratégiát? Ugye azt is írom a könyvbe, hogy az olvasás mennyire fontos a, a gyerek fejlődése szempontjából, abban a fejlődési ablakban, ami nagyjából egy-két éves korban nyílik meg, és 6 hét éves korban záródik be. Tehát, hogy akkor fog tudni egy tinédzser olvasni, hogyha gyerekként olvasnak neki a szülei. És azt látjuk a tárki felméréséből, például 2020-ból, hogy a magyar lakosság 51%-a azt állította magáról, hogy egy év alatt egyetlen egy könyvet sem olvasott. 53, el. Szerintem. 53, bocsáss meg, 53%. A, tehát, hogy minden második, akkor így át, áthidalva ezt az 1-2%-os minden második ember azt mondja, hogy nem olvas könyvet, tehát az ő gyerekei nem is látja a szüleit könyvet olvasni. Innen kezdve hogy feltételezzük, hogy majd az iskolában olvasni tud, vagy majd a későbbiekben olvasni tud. És elkezdtek olyan dolgokat ö, feltalálni, vagy kitalálni különböző módszertani szakemberek, mint például a homloklebenyterápia, amit kifejezetten ADHD és magadat, ö, figyelemzavaros gyerekeknek találtak ki, de most már a demencia megelőzésére is használják. 40 45-50 év felettieknél. Ugye ez a homlok rész, ami a hosszú távú memória, és például az olvasás edzi a homlok de az audiovizuális tartalom nem. És a homlok kell ahhoz, hogy megtanuljál dolgokat, hogy megjegyezzél dolgokat, hogy legyen mélységi gondolatot, hogy matematikában el tudjál mélyedni. És ez a homlok terápia, ez egy olyan mozgásos és beszéd alapú terápia, amit iskolában pedagógusok használhatnak, és elkezdték használni is. Tehát, hogy egy olyan külső fizikai ráhatás a homloklebenyre, amit régen az olvasás, a memória, a keresztrejtvény, a lexikális tudás végzett, ezt most kívülről elkezdjük stimulálni, hogy legalább működjön, működjön az agyban ez a rész. Azt szerintem inkább olvassunk, de értem, hogy, hogy, hogy miért van ez. Ezek talán a leg, hogy mondjam, komolyabb tanulság ennek amit írtad, de vannak apró dolgok, amik, amik még izgalmasabbá teszik ezt, és hogy bizonyítván, hogy mégiscsak van állandó generációs konfliktus, mert engem elképesztő módon írtál, hogy ez a legfiatalabb generáció nem tud köszönni. Aha. És ezt olyan szép magyarázatot adsz, hogy ennek mi az oka, szóval hogy miért van ez, és kell-e ezzel valamit kezdenünk? Ugye az az érdekes a köszönésben, hogy, hogy a hétköznapi ö, szituációban egész egyszerűen egy legyintéssel leintézzük, hogyha valaki nem köszön, az bunkó, most bocsánat mindenkitől, aki tessért te ez a kifejezés, vagy ő maga se köszön, de hogy valójában ez egy evolúciós, kultúra, kulturális evolúciós fejlődési szakasz az emberi létünknek, hogy én észlellek a perifériámom, észlellek, hogy itt vagy a közelemben, és jelzem, hogy észrevettelek, és te is viszont jelzed, erre találták ki tulajdonképpen a köszönést, tehát ez egy transzgenerációsan egy nagyon fontos része az emberi, az interpersonális kapcsolódásnak. Csak hogy a digitális transformáció van, vagy a Covid óta, amióta drasztikusan csökkent a közösségeknek a száma, meg az interpersonális kapcsolódásoknak száma, maga a köszönési procedúra is kezd megváltozni, Nekünk, akik térben és időben nőttünk fel, és a szüleink belénk verték, hogy köszönni kell, már teljesen más nevelési eszközeink vannak a mostani 3-4-5-6 éves gyerekeknél, kell szemben, akiknek elkezd kialakulni egy olyan dolog, hogy mást jelent a köszönés más jelent, mint nekünk. Más jelent az online térben, ugye csetelés közben az ember nem köszön, mert a csetelés ez egy longitudinális beszélgetési folyam, aminek nincsen eleje és nincsen vége. Ez az online szindikáció, hogy az online térben összeállnak olyan emberek, akik új értékeket kialakítanak, és azon érték mellett működnek, tehát nem köszönnek a csetben. És jön a cyber migráció, amikor ez az online térből leszivárog a való életbe, és a való életbe is kialakul egy új újfajta értéknorma, hogy nem köszönünk. Csak azokat az embereket, akik köszönnek, azokat ez baromira zavarja, mert ők meg nem tudnak elő az értékváltozásról, és már is kialakul egy fajt. közöttük. Igen, de mondjuk ez egy látszólag jelentéktelen, de mégis fontos dolog, mert arról is szó van, hogy nekem van ezzel dolgom, tehát rá kell vegyem a fiatal generációt, hogy köszönjön, vagy úgy van vele dolgom, hogy ezt akkor megtanulom, hogy akkor ismét van egy 5000 éves társadalmi szokás, ami hát. már nincs. Ismét egy nagyon jó kérdés, mert hogy ez a döntésed. Ez a mi felelősségünk X és Y generációnál, a köztes generációnál, mert hogyha belülről idegesek az emberek, hogy miért nem köszönnek a fiatalok, avval semmit nem érsz. Tehát ott van az iskola, csináljon az iskola egy transzparens keretrendszert, és azt mondja, hogy itt nálunk köszönni kell. És aki nem köszön, azt megbüntetjük. De ilyet nem csinálunk, mert félünk a gyerekektől, félünk a reakcióktól, félünk valamitől, nem tudom mitől félünk, de mindig mindentől félünk és nem merjük ezt megtenni. Se az iskolában, se egy munkahelyen. A munka, én rengeteg céggel dolgozom, és mindenhol ki vannak akad, vagy a fiatal munkavállalók nem köszönnek. Elmondtad, hogy köszönni kell? Elmondtad, hogy neked ez egy érték? Nem, azt gondolom, ez mindenkinél ugyanaz. Erről szól a könyv, nem mindenkinél ugyanaz. Értsük meg, hogy más értékeket, más üzeneteket kaptunk a gyerekkorba, és hogyha neked fontos a közösséged szempontjából például a köszönés, akkor ezt elő kell írni. Hát nem esik le a gyűrű az ujjunkra, hát írjuk le, és onnantól kezdve számon lehet kérni, azt lehet mondani, hogy nálunk ez az együttélés alapja. Le van írva. Ha nem írod le? Arról is írsz, hogy eddig nem gondolkodtam el, hogy tulajdonképpen ez a két utolsó generáció egy alvási hiányos nemzedék és erről jó részt ezek az eszközök igen. tekintetnek, és hogy ennek számos következménye van. E, igen, és ez, ez, e, csupa olyan dologról beszélünk, tényleg egy optimista a könyv, melyik kamerában nézek, tehát, <haz> hogy alapvetően jó hangulatú a könyv, de hogy, hogy, valóban ez egy, ez, egy, ez egy nagy rákfené a jelenlegi időszaknak, mert hogy egyszerűen 1995-ig nem tudtál annyi tévét nézni, amennyit csak akartál, mert egyszerűen nem volt. Tehát nem volt non-stop audio-vizuális tartalom, amint föl lehetett maradni. 95-ben már talán bejöttek a műholdas csatornák, de magyar nyelvű csatorna nem volt 24 per 24. Most meg egyszerűen nincs olyan másodperc az életedben, amikor ne tudnál valakihez kapcsolódni, amikor ne tudnál valamilyen kontenthez hozzáférni. Annál szenzitívebb közeg, mint az internet, nem volt, és, és, egyszerűen nincs a világban. Egy ember nem tud annyira szenzitív lenni, mint az internet. És ugye a tínédzser korban, ami a legszenzitívebb időszak az emberi létünknek, az egyik legszenzitívebb időszak időszaka, az identitás megtalálása, a szülőről való ö, leválás, a szülő identitásának a megkérdőjelezése és a sajátodnak az újra kitalálása. Ebben az időszakban az internet az egy nagyon jó közeg tud lenni, hogy elkezd keresni, keresni saját magadat. És ebbe bele lehet merülni, ott lehet maradni, és nem veszük észre, hogy nem alszunk, nem veszük észre, hogy nem pihenünk, és ugye eljutottunk oda, hogy globálisan az elmúlt száz évben egy órával kevesebbet alszunk, és ez drasztikusan sok. És ebből a tínédzserek, kevesebbet használnak. A esti Netflixezéstől leszek demens a végén? Igen, tehát hogyha így okokozat, okokozatilag, megnézzük, ugye a, a, demenciához nagyon erősen hozzájárul a nem alvás, a nem alváshoz hozzájárul a kékfénynek, a, az esti kékfénynek a használata, tehát lefekvés előtt körülbelül fél egy órával egyáltalán nem ajánlott semmilyen jellegű monitornak a használata a gyerekeknél másfél óra, tehát 6-7 év alatt körülbelül másfél óra, a mikor is egy fél órával, egy órával, inkább olvas könyvet, úgyis azt szereted. Előtt, csak persze én is találkozom azzal, hogy annyi, hogy a, a, a rengeteg azonnal feldolgozandó digitális információ hatására estére már nem biztos, hogy érzem magamban az erőt, hogy fókuszáltan elmerüljek egy Pontosan. irodalmi szövegben, és akkor persze hogy kérem ezt számon attól, aki még, még ezek a, a rutinjaik is sem alakultak. De egy kicsit vidámabb, vagy legalábbis érdekesebb dologról is beszéljünk így a végefele, hogy hát azért évszázadokig mégiscsak az volt a helyzet, hogy e, rövidebb ideig éltünk. E, vagy aki már megélte a 30. születésnapját, az már talán 20-70-ig, e, 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 ha volt esélye megöregedni. Hát és ahogy írod is, tehát ez nekem is ez a tapasztalatom, hogy az én gyerekkoromban egy velem egykorú embert azt öreg emberként azonosítottam. Ma meg nem csak a, 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 a saját látószögem változása miatt, de a kortársaimat nem így azonosítom. És hogyha tovább növekszik a, a várható átlag életkor, akkor ennek a következménye, hogy mondjuk például ez az örök infantilitás, amit, amit szintén károztatunk, meg, meg, tapasztalunk, az ennek a következménye, hogy valójában 40 éves kamaszokkal lesz tele a világ, hiszen 120 évig fogunk élni? Hát nagyjából igen. Meg háromszorodott, meg négyszereződött a várható élettartam például a középkorhoz képest, de ha azt nézzük, hogy 40 50 évvel ezelőtti ö, várható élettartamhoz képes és másfélszer, majdnem dupla szor akkora, akkor nyilván ez megváltoztatja a mostani fiataloknak az életképét, a karrier útját, hogy egyáltalán mikor akar elköltözni otthon a szüleitől, mikor ér véget a kamaszkor. Azt látjuk, hogy ez most nagyjából 10 évvel kitolódott. Korábban nagyjából 18-19 éves korig tartott a kamaszkor, most inkább 28-30 éves korig. És ez, ez együtt jár mindazzal, hogy infantilis, hogy nem akar felnőni, hogy nem akar felelősséget vállalni a saját élete fölött, mert miért vállalna, hogyha 120 évig is élhet akár a 21. századi ember, most gondold el, ha 120 évig élünk, akkor mondjuk 90 lesz a nyugdíjkorhatár. Most ez még csak ö, elképzelés, mert nyilván. Én a, itt a széken se tudom elképzelni, hogy 90 éves koromig egyáltalán meg tudok mozdulni, ha leszek, annyi nem, hogy dolgoznék. De hogy a most született gyerekeknél ez egy, ez egy teljesen reális jövőkép. Ha 90 ig élhet, akkor nem fog 18 évesen felelősséget vállalni az életéből. Akkor kitolja egy tízesebb, vagy 12 hiszen van még 60-70 éve, hogy dolgozzon. Teh tehát, hogy olyan olyan uh, makrokörnyezet, olyan földi környezet veszi őket körül, ami teljesen más. Uh, Világképet, teljesen más jövőképet ad nekik arról, hogy mi a család, hogy mikor akar önálló családot, hogy mikor akar elkezdeni dolgozni, hogy mikor ö, ö, indítja el a saját önálló életét. És ez nagyon más, mint 30 évvel ezelőtt, amikor én voltam 18 éves. És ezzel lehet akkor nagyon szoros kauzalitásban az, hogy ahogy ez a generáció ö, a olyan fontosnak tartja azt, hogy a munkájában vagy bárhol is megtalálja a boldogságot. Mm. Tehát, hogy, mint hogyha ez eddig nem lett volna, hogy, hogy sem merült volna az ember a munkahelyén a boldogságot ö, ö, keresi, hogy ez összefügge azzal, hogy így kitolódott ez, vagy pedig egyszerűen csak ez az azonnali jutalmazás kultúrája, hogy mindent azonnal akarunk, és nyilván a, a legfiatalabb generációkra jellemző ez leginkább, hogy kell -e ezzel ellen tenni egyáltalán valamit, vagy, és hogy kell, akkor, akkor mit? Ne, ez végre egy jó irány, hogy, hogy boldogok akarnak lenni, ezt ne akarjuk megszüntetni, hogy boldogok akarnak lenni mindenhol, még a munkáján is. Egy harmadik szállat hoznék be, szerintem sokkal inkább ahhoz vezet, hogy megváltozott a szülői szerep. A korábbi például az apa szeret, ugye most két apa ül itt egymással szemben, ne, ne az anyákról beszéljünk, mert nem lennénk hitelesek benne. A korábbi poroszos, hierarchikus apákból mentorapák lettek, haverapák lettek, olyan apák lettek, akik érzelmileg be akarnak vonodni a gyerekek életébe, és azt az üzenetet adjuk át nekik, hogy ők legalább boldogak legyenek. Minket úgy tanítottak, hogy mi legalább könnyebb legyen. A szülők mindent megtettek, de nem foglalkoztak a boldogsággal, mert nem tudták, mi az. De neked könnyebb legyen tanulhassál, legyen szakmád, legyen diplomád, vitt többre, mint amennyire mi vittük. Könnyebb lett, mi azt akarjuk a gyerekeinknek, hogy boldogak legyenek. Felneveljük őket az élet első 7-10 évében úgy, hogy nagyon fontos a boldogságuk. Azt tanulják meg, hogy az élet arról szól, hogy boldog legyen. Hát nyilván a munkahelyen is keresik a boldogságot. Csak még a munkai nem tudja ezt megadni. Mert A hát ülünk... kérdés, hogy, hogy észreveszik-e, hogy ez már a boldogság. Ugye ez egy. De hát ez már. Ők észreveszik, ez... még nincs boldogság. Még nagyon sok munkahelyen nincs boldogság. Egy legvégén egy nagyon praktikus dolog, ami, ami szerintem, hogy mondjam, egy nagyon fontos tanítás, hogy milyen fontos a szemkontaktus egy gyerek esetében. És hogy ez az, ami mindenki tud tenni már az, hogy ha nem kapja meg a szemkontaktust egy gyerek, mert mondjuk mobilozik uh -huh. az anyukája, meg az apukája, akkor annak evolúciós következményei Így van. vannak. Így van, ez az egyik legfontosabb fejezete a könyvnek, azt gondolom, amikor erről beszélünk, hogy, hogy megváltozott a, a csecsemőkori szemkontaktus kapcsolat szülő és gyerek között evel a mobileszköz, ennek a mobil eszköznek köszönhetően, és erre oda tudunk figyelni. Tehát ugye ez is egy olyan tanítás, hogyha tudatosítjuk, hogy mit csinál a szemkontaktus hiánya, akkor dönthetünk arról, hogy egyszer-egyszer letesszük a mobiltelefont. Nem az az üzenet, hogy ne használjál soha a mobiltelefont, hogyha terhes vagy, nem az az üzenet, hogy ne használj soha mobiltelefont, hogyha egytől három éves gyereked van, csak figyelj oda, hogyha tudod, hogy mit okoz a szemkontaktus hiánya, mert most már tudjuk, hogy gyengébb matematikai teljesítmény, gyengébb olvasási képesség, gyengébb érzelmi képessége lesz egy gyereknek, hogyha az élet első fél évében nem kap annyi szemkontaktus az édesanyától először, utána mind a két szülőtől, akkor dönthetsz úgy, hogy oké, okay, néha leteszem. Néha nem kell videózni ezt a szerencsétlen gyereket, elég, hogyha belenézek. Ballag az óvodába, nem kell videózni, úgyis mindenki videózza. el a szemedbe, és sokkal többet elérsz a gyerekeddel való viszonyban, mint hogyha megörökíted a saját mobilodon azt, hogy ott ballag. Szóval nézzünk akkor a gyerekek szemébe, meg meséljünk nekik történeteket, és akkor talán nem lesz olyan szörnyű. Nem lesz, így se lesz szörnyű, csak más. Akkor ezzel a tanulsággal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm, Köszönöm. szépen, Krisztián.